a bányászunkat, mert mi csak így hívjuk őt a szerkesztőségben, annyira a szívünkhöz nőtt, Mário Sepulvedának hívják, és nem véletlenül az egész világ sajtó, illetve az ő társai is Super Mario-ként szokták hívni, illetve becézni, mert egyszerűen annyi életerő van benne, és annyi pozitív energia, hogy ő tartotta a bányászokban a lelket lent a föld alatt. Volt egy olyan megdöbbentő pillanat az interjú közben, amikor Mário majdnem elsírta magát, sőt, hát el is könnyezte magát, amikor arról beszélt, hogy talán jobb lett volna, ha lent marad a föld alatt, mert az életbiztosítása fedezte volna a gyerekei taníttatását. Ez egy olyan, tényleg én most is beleborzongok, és azt hiszem beleborzongott a stúdió élő közönsége is. Ez egy olyan pillanat volt, amit nagyon érdekesen az oldott föl, hogy a felesége rátette a lábára a kezét, és azt mondta neki, hogy nyugodj meg, itt vagy velünk, és majd megoldjuk. Hozott nekem egy követ a chilei bányából, és ez meglepetés volt, abszolút meglepetés, mert ezt nem árulta el előre. És az interjúban, amikor arról beszélt, hogy néhány követ, nem tudott nagyon sok követ magával felhozni, mert az a kapszula, amelyben felhozták őket a föld felszínére, az egy ilyen nagyon szűk valami volt, tehát éppen, hogy csak ki se tudta ugye nyújtani, így a könyökét sem tudta kitenni, hanem így áll, tehát néhány darab követ hozott, amelyek közül az elsőt a chilei elnök kezébe adta, aki ugye kint várta őket a föld felszínén. És az utolsó darabot nekünk adta, vagyis hogy nekem, de én természetesen ezt nem fogom hazavinni, hanem bekeretezzük, és méltó helyet kap a szerkesztőség falán. De amikor arról beszélt, hogy neki az életet és a reményt jelentik ezek a kövek, és utána átnyújtott egy darabot, akkor hát majdnem elájultam, nagyon-nagyon megható volt.